Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradójának október 23-ai külön kiadását látják, Sarkadi Krisztina vagyok. Következzenek beszámolóink a baranyai ünnepségekről. A Baranya megyei önkormányzat az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója tiszteletére nemzeti ünnepi rendezvényt szervezett a Pécsi Református Gimnázium sportcsarnokába. Talán ez volt genetikailag is kódolva az akkori hősökbe, hogy ki kell állni és vállalni kell az internacionalistákkal, a globalista baloldallal szemben, hogy mi a szabadság népe voltunk, és bármilyen körülmény van, mi akkor is kiállunk a szabadságunkért. 65 évvel ezelőtt ott a pesti srácok és a vidéki diákok, meg a mecseki láthatatlanok megmentették a mi becsületünket. A Misina Néptánc Együttes adott ünnepi műsort. Dr. Debreceni László, 56-os pécsi hős, az 1956. október 22-én alakult diákparlament elnöke is beszédet mondott. Költő harcostársát idézte az ünnepségen. Mikor volt bizony ősrég, ősz lett a nemzetőrség, vérlobogós volt az az évszak, felejthetetlen az a 12 nap. Állunk a falnál, halott fehéren, egyik helyére lép a másik, állunk az idő sortüzében, már világ összeroskadásig. Kis Dénes, 56-os bajtársam, barátom verseiből idéztem. A megyei önkormányzat fejlesztési biztosa a szabadság fontosságát emelte ki. 30 éve rendszerváltás óta minden évben megígérik nekünk, hogy jobb lesz. És mi mindig várjuk, hogy majd jobb lesz a fizetés, jobbak az életkörülmények. És már milliószor csalódtunk ezekben az ígéretekben. De igazából nem is erre van szükségünk. Amikor Laci bácsiék szembenéztek az ágyúcsővel, sokkal szegényebb, sokkal nehezebb körülmények között éltek, mint ma élhetünk. Nem ezért küzdöttek. A szabadságért küzdöttek, ami sokkal több a jólétnél. Ezért kell küzdenünk ma is, és felismerni azokat, akik hamis ígéretekkel a szabadságunkat akarják elvenni, mondta a politikus. Az ünnepség és megemlékezés az Attila Fiai Társulat koncertjével zárult. Szét, ő lesz a remény. Ki szívét osztja szét, az élet csak övé. Mi is történt 1956. októberében? A szívek örömmel és reménykedéssel teltek meg, mert úgy látszott, hogy az élet újra szép lesz. Annak ellenére, hogy onnan felülről hónapok óta az ellenkezőit bizonygatták, harsogták, reklámozták szerte a világba. Ma már mindenki tudja, hogy bizony forradalom volt Magyarországon 1956. októberében. Az ifjúság és az egész nép szívét a 48-as ifjak lelkesedése hatott át, s Petőfi Kossuth szelleme ragadta magával. Az 1956-os eseményekről emlékeztek meg Harkányban is. A művelődési ház megtelt a résztvevőkkel, akik a helyi általános iskolások műsorát láthatták a színpadon. Az október 23-ai forradalom és szabadságharc ma is fontos üzenetet hordoz, mondta beszédében a település polgármestere. Baksai Endre arra hívta fel a figyelmet, hogy az ünnepi program főszereplői szinte egyidősek a 65 évvel ezelőtti hősökkel, hiszen 15-16 éves diákok szervezték a forradalmat. Kiemelte, fontos, hogy a fiatalok is tudják, miért és mire emlékezünk. Mi a demokráciát már természetes állapotként éljük meg. Szabad választásokon, szabadon nyilvánítunk véleményt. Nem kell tartanunk a megtorlásoktól.
Gyermekeink már az iskolában a diákőrkormányzat rendszerén keresztül szólhatnak bele a diákéveiket meghatározó döntésekbe. A jövőiket saját döntéseik által helyezhetik minél biztosabb alapokra. Ma elsősorban azok emléke előtt tisztelgünk, akik mindezekért az alapvető jogokért, a szabadságukat, sőt az életüket áldozták, hogy megteremthessenek egy szabad és demokratikus országot. Az iskolások felidézték az 56-os eseményeket, valamint énekes és zenés táncos produkciókkal színesítették a műsort. Háborúk küzövén szültél, a köldök zsinóron anyád álma lettél, születésed napján már megvolt az ítélet, ne hajts fejet, a sors az, aki téved. Az ünnepség végén a résztvevőket a Zsigmondi sétányra invitálták. Az emlékezők fáklyás menetben vonultak végig a sétáló utcán, ezzel is tisztelegve az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei mártírjai előtt. Énekes produkciókkal, a helyi általános iskolások műsorával és személyes tapasztalatokkal emlékeztek az 1956-os forradalomra és szabadságharcra Siklóson. A művelődési központban megszervezett ünnepség középpontjában itt is az emlékezés és a tiszteletadás állt. Régl Gábor polgármester beszédében úgy fogalmazott, napjainkban is elgondolkodhatunk azon, vajon mi hívta életre a szabadságharcot, mit üzent, mit hagyott nekünk örökül az 56-os forradalom. Azt is ki kell mondanunk, hogy mindenki másképpen emlékezik. Fáj ezt kimondani, de másképpen emlékezik az, aki felállt, az, aki fegyvert fogott, másképpen emlékezik az, akinek félnie kellett, és másképpen emlékezik természetesen az is, aki fegyverrel vagy hatalmával fenyegetett és büntetett nagyon-nagyon sok magyar embert. De mi mindnyájan tudjuk, hogy ki emlékezik jól. Mi az igaz, és azt is tudjuk, hogy mi a vérlázítóan hamis. Ezért minden egyes alkalommal, amikor csak módunk és lehetőségünk van rá, ki kell mondanunk, főként a fiatalok előtt, hogy mi történt 1956-ban, és az utána következő rendkívül vészterhes időszakokban. Az ünnep alkalmából a zenés énekes műsorok mellett egy alkalomhoz illő költemény is elhangzott. Bárdos Sándor előadásában hallhatta a közönség Kosányi József 1956. október 23 című versét. Úgy jövök most ide, mint időtlen sámán, nagy szent révületben táltos ősök szárnyán. Kigyulladó igék véres tüze bennem, hús halálos harcra nagy esküvést tettem. Úgy jövök ide most, mint időtlen sámán, fejem fölött turul, vér csöpög a szárnyán. Századok harcait nagy világnak mondom, zászlóm, véres kardom, újra körül hordom. Véres kard, tört zászló. Ez a magyar sorsunk. A harkányi ünnepséghez hasonlóan, de Siklóson idén először fáklyás felvonulással tisztelegtek az 56-os forradalom és szabadságharc sorsfordító szereplői előtt. 1945. áprilisában véget ért a II. Világháború. Az ország romokban hevert. A magyar nép óriási erőben látott hozzá a haza újjáépítéséhez.
Emlékműsort rendeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából Sásdon is. Az ünnepséget a helyi általános iskolában tartották. A műsort az iskola 6. évfolyamos tanulói az egykori történelmi eseményeket felidézve adták elő. Azért a 6. A és 6. B osztály, mert talán korban ők már közelebb állnak ahhoz, hogy az események mögé lássanak egy picit, illetve értelmezni tudják az 56-os eseményeket, és a történelemben már nagyjából abban a tudáshoz érnek, ahol erről tanulni fognak. Ezért a 6. évfolyamosok készülnek minden évben erre a műsorra. 1956. október 23-án Budapesten kitört a forradalom. Ebben az időben Sásdról és a környező falvakból sokan jártak vonattal a Komlói bányába dolgozni. A budapesti hírekről a rádióból értesültek az emberek, a hírek szájról szájra terjedtek, hihetetlennek tűnt a csoda, írja a helyi korabeli krónika. Napjainkban pedig igen fontos felszínen tartani az emlékezést és a fiatalokkal is megismertetni a történelem emes sötét korszakát, hiszen ezek az események minden magyar települést és embert érintettek. Justinger János polgármester a közösség összetartó erejére hívja fel a figyelmet. És itt helyben is el kell hinnünk azt, hogy a közösség erejével bármilyen körülmények között van lehetőségünk befolyásolni a sorsunkat. Azt gondolom ez a legfőbb üzenete a mai napnak. Feladatunk az emlékezés, ezen túl az is, hogy megtaláljuk az ünnep igazi üzenetét számunkra, a közösségi lét, a közösségben létezés ünnepe is a mai nap. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából egy emlékkiállítást is rendeztek az iskolában korabeli fotókból. Ezek a Sásdon történt 56-os eseményeket idézték fel, melyek nagyrészt az akkori polgármesteri hivatal előtt történtek. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét, viszontlátásra!